Tisztelt Ház, négy civil szervezet nemrég meghívást kapott a tavaly elfogadott Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási Stratégia megvalósulását szolgáló belügyminisztériumi intézkedési terv végrehajtását segítő munkacsoportban. Ismerve a Nemzeti Együttműködés kormányának egyeztetéseket mellőző gyakorlatát, örvendetes tény az, hogy az esélyt a hátrányos helyzetű gyermekeknek alapítvány, a Magyar Helsinki Bizottság, a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédőiroda és a Társaság a Szabadságjogokért véleményét és segítségét kikérte a kormányzat ebben az ügyben. A négy civil szervezet február végén kapott felkérést a munkacsoportot koordináló rendőrségtől, hogy vegyen részt egy fontos modellprogram kidolgozásában. Ez a program a felzárkóztatási stratégiában eredetileg még úgy szerepel, hogy célja a fiatalok jogkövető magatartási kultúrájának kialakítása. A megfogalmazás már érdekes módon a Pintér Sándor vezette belügyminisztériumban, aki a program felelőse lett, megváltozott. Az új célkitűzés szerint kizárólag a cigány gyerekek jogkövető magatartását kell elősegíteni. Az csak a kisebbik baj, hogy a célcsoport leszűkült, a fiatal korosztály helyett csupán az iskolába járó diákokra vonatkozik már. A nagyobbik baj az, hogy a BM nyíltan kimondja, kizárólag a roma származású gyerekek magatartásával van probléma. Miközben nyilvánvaló, hogy a jogkövető magatartás nem etnikai vagy szociális helyzet függvénye. Megdöbbentő, hogy egy polgári értékrendet magáinak valló kormány minisztériuma származási alapon kíván foglalkozni ezzel a kérdéssel. Azt, hogy a BM nyíltan megbélyegzi a cigány gyerekeket, a felkért civil szervezetek is szóvá tették, és ezzel mi is a leghatározottabban tiltakozunk. A megfogalmazáson etnicizáló és stigmatizáló célkitűzésen túl ismét visszaköszön az a szemlélet, miszerint a társadalmi kérdéseket rendészeti szempontból közelítik meg. A BM csupán a rendőrségre bízta a program kidolgozását, sajnálatos módon ismét elmaradt az ifjúsági vagy szociális szakma bevonása. A fentiekre hivatkozva a civilek személyesen és levélben is jelezték a rendőrségnek és a BM-nek, hogy bár örülnek a kormányzat és a civil szervezetek együttműködésére vonatkozó szándéknak, a munkacsoportban csak akkor vesznek részt, ha a megnevezés és a célcsoport meghatározása nem etnikai alapon történik. Kérésüket a BM érdemi indoklás nélkül elutasította. Ezek után kíváncsiak vagyunk, hogy ki lesz az intézkedési terv valódi célcsoportja. Csak remélni tudjuk, hogy a kormány belátja, hogy a megbélyegző intézkedések helyett valódi, a teljes ifjúságot elérő, előítéletmentes programokra van szükség. Tisztelt Ház, a Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási Stratégia szerint, idézem, a szegénységben élők és a közöttük felülreprezentált romák társadalmi befogadása és felzárkóztatása Magyarország, így a kormányzat egyik legjelentősebb feladata. Ennek megvalósítása nyilvánvalóan évtizedeket, jelentős forrást igényel, eredményeket kizárólag holisztikus szemlélettel, komplex intézkedések révén lehet elérni. A Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási Stratégia végrehajtására készített kormányhatározat a kormány azon intézkedéseit foglalja magában, amelyek célja jelentősen hátrányos helyzetű emberek, köztük a mély szegénységben élő romák társadalmi befogadásának és beilleszkedésének elősegítése. Nem kell mondanom, hogy a társadalmi befogadást és integrációt a BM fenti hozzáállása, a romák megbélyegzése potenciális bűnelkövetőként való feltüntetése nem szolgálja. Ez a stratégia alapvető célkitűzéseitől, a társadalmi felzárkóztatásért felelős államtitkárság eddigi gyakorlatától is teljesen idegen. Felmerül a kérdés, hogy egyeztettek-e egyáltalán kormányzaton belül az előbb említett államtitkársággal. Információink szerint a BM által összeállított modellprogramról maga a társadalmi felzárkóztatásért felelős államtitkár sem tudott. Hogyan lehetséges ez? Ki felel akkor a társadalmi felzárkóztatásért? Az LMP eddig is és ezután is elítél mindenfajta megbélyegzést és előítéletet. Szavakban a kormány is ezt tette eddig. Reméljük, a szavakat tettek is követik majd. Köszönöm. Köszönöm, képviselőasszony, tisztelt országgyűlés. A kormány nevében Kontrát Károly államtitkár úr kíván válaszolni az elhangzottakra. Megadom a szót államtitkár. Köszönöm a szót. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőasszony. Az utolsó mondatára válaszolva azt tudom mondani, hogy így lesz. A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia kormányzati stratégia. A belügyminisztérium az általános elvárásokon túl lehetőségehez mérten támogatást kíván nyújtani a rászorulók sikeresebb boldogulásához.
A felzárkóztatás politika érintettjei között jelentős számban vannak roma származásúak. A stratégia részterületén ezért a belügyminisztérium a roma vezetőkkel egyeztetve az ő kérésükre további figyelmet kíván fordítani a társadalmi csoportra. A belügyminisztérium célja a problémák megoldása és nem a kirekesztés. A meglévő társadalmi problémát az országos rendőrfőkapitányságnak természetesen nem áll leszűkíteni a roma gyerekekre és fiatalokra. A cél annak a kifejezésre juttatása volt, hogy a legrászorultabbak kerüljenek középpontba, ezért rájuk kell összpontosítani az erőfeszítéseket. Erre példa a DADA program. Az országos rendőrfőkapitányság az együttműködés szándékával munkacsoportjába meghívott 4 civil szervezetet. A 4 civil szervezet kifogása az volt, hogy a belügyminisztérium a roma kisebbséghez tartozó fiatalokra szűkítette le a jogkövető magatartás kultúra erősítését. Az ORFK, az Országos Rendőrfőkapitányság az intézkedés felülvizsgálatát a belügyminisztérium elvégezte. Ezt követően a társadalmi felzárkóztatásért felelős államtitkárság véleményét is kikérve, tehát velük egyeztetve, tisztelt képviselőasszony, az intézkedési terv módosításáról döntött. Tehát az ön által kifogásolt megfogalmazás módosításra került. A civil szervezetek, így a TASZ és a Helsinki Bizottság, amelyekkel egyébként a képviselőasszony élénk összeköttetésben van, számára szimbolikus szempontból rendkívül fontos kérdés, tehát megoldódott. Kérem a tisztelt képviselőasszonyt, hogy segítse a stratégia valóraváltását, hiszen az közös nemzeti ügyünk. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Köszönöm államtitkár úr válaszát. Tisztelt országgyűlés, szintén napirendi előtti felszállásra jelentkezett Kupper András képviselő a Fidesz képviselő csoportjából. Ki emlékszik már az Örményekre címmel? Megadom a szót, képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház.